le, mely a Zsivanovics a díjátfevés után kijelentette, hogy nem fél ilyesmivel foglalkozni, mert szerkesztősége és kollégái támogatják. Szerintem éppen Szerbia a legmegfelelőbb térség ebben a pillanatban a tényfeltáró újságírás szempontjából azok számára, akik ezt a szakma előírásai és az etikai kódex tiszteletben tartásával szeretnék művelni. Téma van bőven, és csak a személytől függ, hogy milyen behatóan fog azzal foglalkozni. Sajnos nyilvánvaló, hogy a tényfeltáró újságírás ritkaság számba megy nálunk, és nem szerepel a nemzeti fedettségű médiában. Ehelyett botrányfestett, bulvári, szenzációhajház újságírásnak lehetünk szemtanúi, ami aláássa a szakmánk hitelességét. Nagyon kevesen foglalkoznak tényfeltáró újságírással, és még kevesebb az olyan szerkesztő, aki néhány hetet, illetve hónapot engedélyezne az újságírónak, hogy egy meghatározott témát felkutasson. Dinko Gruhonyics elmondta, nincs stabil, demokratikus társadalom olyan újságírás nélkül, amelyben a média rámutat a hatalom hibáira.